Közeledik az érettségi és a felsőoktatási felvételi jelentkezések határideje. A Tolna megyei szakképzési centrum a most végzős diákoknak nyújt tovább tanulási lehetőséget. Az intézményhez a megye 6 városában 8 iskola tartozik. Az érdeklődők többek között az érettségre épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. 20 ágazatban mintegy 40 szakmai kimenettel kínáljuk a szakmáinkat. Ami a szakképzőiskolát illeti. A szakképzőiskolai palettánkon olyan képzések szerepelnek, amelyek piacképesek, és amelynek révén könnyedén el tudnak helyezkedni a tanulók a munkaerőpiacon. Másrészt nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek a képzések ingyenesek. Az új szakképzési rendszerben a 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenes. Ezen kívül nagyon vonzó tud lenni az, hogy a képzés első szakaszában ösztöndíjat kapnak a tanulók, majd ezt követően a duális szakaszba kilépve szakképzési munkaszerződés váltja föl mindezt. Ennek az összege akár 100 000 forintra is tud rúgni havonta. Ha a tanuló sikeresen leteszi a szakmai vizsgáját, és el kíván helyezkedni, akkor pályakezdési támogatásban részesülhet, amelyek az összege akár a vizsga eredményétől függően akár 300 000 forint is lehet. Akik technikumban kívánnak tovább tanulni, a sor vonzó lehetőségen kívül talán a legvonzóbb az, hogy a szakmai érettségiük, a szakmai vizsgájuk emelt szintű érettségének fog megfelelni, és ezáltal könnyedén vagy könnyebben jutnak be a felsőfokú intézményekbe. Tamásiban a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium 3 alternatívát kínál a középiskola elvégzését követően, mondja az igazgató. Az egyik a technikumi kereskedő és webáruházi technikus, a másik pedig a szakképzőiskolai gépészetágazatbeli hegesztő szakma, illetve építőipar ágazatbeli köműves szakmai oktatás. Mind a 3 alternatíváról azt kell mondani és tudni, hogy 2 éves szakmai oktatás, ahol az első fél évben ágazati alapoktatás történik csak és kizárólag szakképző intézményünkben. Nagyon-nagyon tudom ajánlani azoknak az érettségizőknek a figyelmébe, akik nem felsőoktatási intézményben képzelik el pályafutásokat, hanem szakmát kívánnak szerezni, hiszen már az első fél évben is szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek. Ez jelenleg 8 000 forint per hó juttatásnak felel meg. Ezt követően pedig másfél éven keresztül a szakirányú oktatási szakasz történik, ahol a duális képzőpartnereknél, tehát valós vállalati környezetben tudnak tanulni és szakmai ismereteket elsajátítani. Milyen formákat kínálunk a minket választóknak jövőre? Kereskedő és webáruházi technikust. Azt gondolom, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a kereskedelem ágazatnak 20 évre visszanyúló története van a Vályiban, ezért egy nagyon korszerűen felszerelt tamboltal rendelkezünk a Rákóczi utca 21 szám alatt. Minden, ami tulajdonképpen egy modern kereskedelmi egység működtetéséhez kell, az megtalálható a tamboltban. Gondolok itt áruvédelmi rendszerekre, tehát lopásgátló kapuval rendelkezünk, informatikai szoftver segíti a napi működést, ezen kívül számos szemléltető eszközünk van a tamboltban, élelmiszer, vegyi járó műszaki cikkek, ruházati cikkek, de gondolhatunk egyszerűen egy érintőképernyős kódrendszerű pénztárgépre is, tehát mindenféle tárgyi feltételrendszer adott ehhez a kereskedő és webáruházi technikusi képzéshez, és a szakmai tudással is rendelkezünk, hiszen amikor a szakképzési struktúraváltás megkezdődött az előző tanévben, akkor mi már belevágtunk ebbe a technikusi oktatásba, és jelenleg van egy végzős osztályunk. Egy kiemelt jelentőségű duális képzőpartnerünk van helyi vállalkozás keretében itt Tamásiban, akinél a szakirányú oktatás folytatódhat ebben a szakmai oktatási formában. Azoknak is lehetőséget kínál az iskola, akik a hagyományos kétkezi szakmák iránt érdeklődnek. Elmondhatom, hogy a Vályban a gépészet ágazatban a hegesztőképzéshez rendelkezünk megfelelő tárgyi és humán erőforrással, valamint az építőipar ágazatban, a köműves szakmában is, úgyhogy innen is és ezúton is sikeres érettségit kívánok mindazoknak, akik előtt ez áll, ez a megmérettetés, és remélem, hogy minél több embert a tévénézők közül körünkben köszönhetünk a 2022-23-as tanévben a Vályiban.
Tájékozódni tudnak egyrésztről a centrum honlapján, a tmsc.hu honlapon, ahol egy sor lehetőséget felsorolunk számukra. Másrésztről érdemes megnézni a szakképzés.ikk.hu honlapot, ahol a tájékoztató füzetet az alapszakmákról érdemes letölteni, és abban a teljes paletta látható, hogy mit lehet tanulni a mai magyar szakképzésben.